Komlósi Ádámmal beszélgetek, először is gratulálok a BL bejutáshoz. A tegnapi válogatott mérkőzésre mi a véleményed? Hát drámai végjáték volt sajnos. Igen, nagyon sajnálom. Helyszínen néztem a mérkőzést, és hát engem is nagyon lesújtott ez a második svéd gól. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal játszottak a magyarok. Azt gondolom, hogy jó lett volna egy 1-1-es döntetlen. Még egyszer csak ismételítom magamat, hogy nagyon sajnálatos, hogy nem sikerült ez. Mit vársz a portugálok elleni mérkőzéstől? Az eredmények tudatában azt gondolom, hogy ha jól tudom, 3 meccs van hátra a portugáloknak, 2 magyar, és talán az utolsó forduló Máltát fogadják, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon, nagyon könnyű a sorsolásuk, és gondolom azt, hogyha mind a 3 meccset megnyerik, akkor még lehet esélyük a második hely megszerzésére, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz mérkőzésre számítok szerdán is. Mi a véleményed erről a mai mérkőzésről? Ugye 2-0 a fél időben az MTK-nak, vissza lehet ezt még hozni? Nagyon ügyesen játszanak az MTK-sok, látszik rajtuk, hogy gyerekkoruk óta ezt a szisztémát, vagy ezt a rövidpasztos játékot gyakorolják, úgyhogy nagyon szurkolok a hazaiaknak, de nagyon, nagyon nagy erőket kell mozgósítanak annak érdekében, hogy ezt a meccset visszahozzák. Milyen érzés, mondd el nekünk még, hogy bejutni a BL csoport körébe és ott játszani majd? Azt mi nem tapasztaltuk, hogy milyen érzés BL mérkőzést játszani, és sajátszott már játszottunk. Szerencsére sikerre vettük az akadályokat. Nagyon, nagyon jó érzés ilyen rangos csapatok társaságába, vagy mellett szerepelni. De azt hiszem, hogy nagyon, nagyon nehéz dolgunk lesz, nekünk 120%-ot kell adni ahhoz, hogy egyáltalán partiba legyünk ezekkel a csapatokkal, de megpróbálunk tisztességesen szerepelni. Te melyik csapat ellen játszottál volna egyébként legszívesebben a BL-ben, melyik sztár csapat ellen? Legszívesebben a Barcelona ellen szerettem volna játszani, ugyanis az öcsém ott tanul Barcelonában, aztán így akkor időzőjelben évet tudtunk volna találkozni, hogyha kijött volna a meccsemre. De a Lyont azt nagyon szeretem, azt a csapatot régóta figyelem, kísérem az eredményeiket. Ugye 7 éven keresztül egyeduralkodó volt Franciaországban. A Liverpoolt nem kell bemutatni, hogy milyen fantasztikus csapat, egy talán annál is jobb közönsége. Egy olasz csapat ellen szerintem mindig élmény játszani, úgyhogy én meg vagyok elégedve a sorsolással. Hány pontot lehetne szerinted szerezni a hazai mérkőzésükön, mondjuk vegyük a 3 hazai meccset? Hát nem szeretnék jósolgatni. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz egyáltalán gólt rúgni is, vagy netalántán pontot szerezni. Úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy eredményesen szerepeljünk, de nem szeretnék így latolgatásokba belemenni. Sok sikert akkor ehhez a szerepléshez. Köszönjük szépen!